Ónodi Szűz Zoltán egészségügyért felelős államtitkár elmondta, a szakorvosok és a szakgyógyszerészek alapbére szeptember 1-én bruttó 107 ezer forinttal nőtt, míg második ütemben jövő év november 1-én újabb 100 ezer forinttal emelkedik. Így a fizetésük két év alatt 207 ezer forinttal lesz magasabb. A szakdolgozók vagy iskolházi ápolók bére jövő novemberben 12, majd 2018-ban és 2019-ben újabb 8-8 nő, 2019-re átlagosan 65%-kal emelkedik. Ez összesen körülbelül 78 ezer dolgozót érint, tette hozzá, kiemelve, hogy az egészségügyi béremelés az országos mentőszolgálat orvosait, szakdolgozóit is érinti. A rezidensek nem különben számíthatnak alapbéremelésre, ami jövő novemberben 50 ezer forint lesz. Az idei béremelésekre 19,5 milliárd, Jövőre pedig 82,6 milliárd forintot fordít a költségvetés, ismertette az államtitkár. Emlékeztetett arra, hogy az egészségügyi dolgozók béremelése nem most kezdődik. Az elmúlt években az egészségügyi dolgozók bérrendezésére 300 milliárd forintot fordított a kormány, 2012-ben és 2013-ban két lépcsőben mintegy 95 ezer egészségügyi dolgozó részesült béremelésben. A két év alatt a kórházakban és szakrendelő intézetekben foglalkoztatottak, bruttó keresete átlagosan 27%-kal nőtt.